Una canna di taglio alla lenza. Andiamo su. Va bene, grazie mille, buona giornata. Salve. Tiszteletem Önöket. Itt vagyok az Adriai tengernél, Portogaribaldinál. És végre már el tudtam ide jönni. Ebben a kis videóban be szeretném mutatni ezt a kis várost. Portogaribaldinak hívják. Nem túl nagy város. Arra van a kikötő. És erre van a tengerből a behajtó, ahol bejönnek a kis hajókkal. Jó van, nem egy Szardénia vagy egy Szicília, de ez is megteszi. Emeljünk egész oda a végére, aztán visszajövünk. Jó meleg van még mindig. Ezt a kis videót azoknak csinálom, pláne akik nem tudnak eljutni, de nem azért, mert nem akarnak, a kis idősebb embereknek, akik nem tudnak eljutni, vagy nincsen lehetőségük kimozdulni több okok miatt. Úgy, lássuk, hogy mi van itten. Most vesszük így a jobb oldalt. Elmegyünk egész a végére. Aztán visszafordulunk. Elég jó meleg van még mindig. Már égett a nap pedig. Hány óra lehet? 8:30. Ott elindult a kis hajó a turistákkal. Magyaráznak nekik. Inkább hallgatok, csak nézzük így a kis vizet. Itt a horgásznak látom bal oldalt. Pont most húzza fel a háló. Itten már nincsen senki. Lássuk, ott ha van valami. Nem, mostan visszaengedi. Ó, jó kis szerkezetek. Jó, ki vannak pauzolva. Gondolom, oda beleteszik a csalit, leengedik, mindazt azt adottam, most leengedték. Látom, ott vannak a sirályok is, biztos valami kapás lesz, és nem tudom, hogy mennyi idő közt felhúzza. Az igen. Milyen jó kis vityillók itt, kis horgászházak, jó fel vannak emelve,
arra messzebb látszik egy másik kis város. Egy. Itt van egy másik. Jó, nagy hálója van. Na gyerekek, ide jöjjünk egyszer horgászni. Kíváncsi vagyok, mikor ott felemelik. Remélem. Már megvárom, látom, dobálja belefele. Nem tudom, kenyérdarabot, vagy micsodát dobál belefele a kis ember. Megvárjuk hát, hogyha elkapjuk, mikor felemeli, hogy van-e benne valami, vagy nincs. Na itt vagyunk a végén, ott van a másik felé. Ott is szép, nagyon ott van a város. Porto Garibaldi. Itt vagyunk a végén. Vannak emberek, nem nagyon akarom sokáig tartani. Ott írja. Stazione meteorologica di Porto Garibaldi. Ott a kis sirály. Jó, nagyon majdnem, mint egy liba. Messziről nem látszik, de ha megközeledünk. Lássuk, mikor repül el. Ez szerintem még fióka, mert nagyon barna a talluja. Azaz. Jaj, de szép. Szia. Na, ne siess, nem bántalak. Az még. Az idősebbek, azok már fehérek. Ott jönnek egy kis csónakkal. Na, úgy de szépen elrepül. Jönnek egy kis csónakkal. És saját csónak biztos ottan. Fizetnek valami albérletet a helyért. Azt akkor hadd szólja. Kendő a fején, és családdal. És mennek. Egy kicsit. Ki a tengerre. Most le van engedve a háló. Kíváncsi lennék, hogy mi van benne. Szép kis város ez. Biciklivel is jönnek ide. Itt van egy másik kis fiú. Ott arra is ott van a város. Másik szörfezik. Ilyen motoros szörf. Ott vannak végig a az esernyők, azokat ki lehet bérelni. Ja, és sőt, még meg is kérdeztem, hogy az ára mennyi. Tehát kettő ágy, ugye? Kettő ágy plusz az ernyő egy egész napra 21 euró a weekend. És 18 hétköznap. Meg is kérdeztem, hogy mondjak már valami ára. Nem tudom, sok, kevés. De ez nem olyan nagy, éppen olyan nagy összeg. Meg aki nem tud hozni esernyőt magával. Ú, azt hiszem most emeli ki az ember. Na lássuk már. Van benne valami? Ú, ez is jó, ilyet látni. Van benne, ott látom. Reddes egy-kettő, kis rák, ilyesmi. De látom, visszaengedi.
még nincs megelégedve, ú, sok kis rák van meg. Mi volt ott még? Teknős? Nem tudom. Remélem visszaengedik. Hát biztos, ami nem arra való, ami nem, azt ott megeszik. Gondolom. Ó, nagyon jó. Ezt is láttuk. Jó kis vityillog. Itten. Na. Horgáztunk is. Elég szép kis rákok vannak itt, láttam. A vederbe. Az elején. Meg is kérdeztem minden, csak nem engedte, hogy felvegyem a forma. Viszont megkérdeztem tőle. El is kezdett az öreg beszélni, hogy készítik el minden. Az nagyon jó lett, de nem engedte. Meg sajnos ez van. Tisztelni kell, amit mondanak. Volt egy fiatalabb kis űrge, még mondta, hogy nem engedje meg, hogy jó. Azért kérdeztem meg, nem szabad itten kapzsinak lenni. Bemutatjuk, amit tudunk. Pedig ott a vedérbe annyi látszik éppen, hogy milyen szép kis rákok voltak. Az öreg már kezdte elfele mondani, hogy készíti el minden. De hát a fiatal egyből beleszólt, hogyha videózok. Hát mondom, persze, mondtam neked. Nem engedi, hogy jó. Meg is állítottam. Semmi gond. Na lássuk, mi van még itt. Itten teli van sziklával. Ilyen nagy köveket tettek ide. Látszik ott a... Már lemegyek. Ezeket direkt tették. Remélem nem csúszok meg. Így. Direkt azért tették ide a kagylóknak, hogy balra tudnak telepedni. Látszik ott a... Mennyi van? Így arra. Még elég tiszta a víz itten. Ugye? Menjünk kicsit közele. Ó, de szép. Le vannak szedve. Kis fekete kagylóknak van. Szép. Jó kis hely ez, ugye? Ó, ezek itt mögöttem már a kajáról beszélnek. Tortellini, meg ragu. Na, mindjárt megéhezek. Na, még megyünk egy kicsit ott a parton. Lássuk, milyen. Alig várom, hogy meg már mártódza. Nagyon sajnálom, aki nem tud eljutni. Aki nem tud elmenni a tengerpartra. De hát, így legalább látjuk, nem? Ne csökkedjünk le. Azt se bánjuk, mikor csak megeszőlő nem az, amit kérünk. Én már úgy vagyok vele. Gyerekek, átoltjunk. Annyi. Nem? Most mit kell itt annyit filozófálni? Így. Na, kíváncsi vagyok. Itt is vannak ezek a kövek. Mind azért vannak, hogy rátelepedjenek. Olye, olye, de jó. Elég tiszta is itt, ugye? Belejöttem a lábommal. Olye. Az igen. Lássuk, milyen a part. Elég szép is. Kagylók vannak itt. Apróra. Darálva. De rálépek, nem. Nem vágnak úgy, vagy nem. Egyet érzek, amelyik nagyon élivel van, de
Jó. Ú, de jó egy kicsit. Lábbal benne. Én mondom, én ilyen 70 kilométerre vagyok, a savó. Most jutott, a tavaszra voltam egyszer. Még nem lehetett fürödni se. Nézi. Elég jó, itt tele vannak ernyőkkel. Az árakat mondtam. Hát drágulás van mindenhol. De na, itt van egy nagy sirály. Hú, olyan, mint egy liba. Nem bánt senki. De ez is jó. Kis kövek szedegetnek. Ott is szedegetik a kis kagylókat. Ott is. Jó kis hely ez, nem? Már kezdenek gyűlni. Jó reggel van. Szépek a színek is, ugye? Vannak idősebbek, fiatalabbak. Nagyon akarom őket levenni, de hát kint vagyunk. Ott van egy csomó madarak, vannak ott a sziklákon. Jó, arra is végig tele van, ameddig a szem el nem lát. Tele van ernyőkkel. Aztán gondolom fürdök is egyet, aztán hazafele. Jó van, itt megfordulok, ott is. Aki gondolja, így. Még egy valamit szeretnék megmutatni, mert valami növény csak kell legyen benne. Így itt. Arra. Víz, ameddig a szem el nem lát. Valamit be szeretnék mutatni. Szép az a kis épület ott. Amit láttam, mikor jöttem, odáig még elmegyünk. Egy perc, lehet fúj egy kicsit a szél, de semmi gond. Kis homok, az is jó látni. Hú, ezek hogy le vannak itt barnulva, öcsi? Olyan fehér vagyok, mint a hó. Nem baj. Nem bírok a napon. Látják ezek? Kihoztok ide egy kis ernyő. Azt annyi. Nem kell ide. Jó, biztos kényelmesebb ott az ernyővel. Két kis ágy. Ottan már napoznak. Kényelmesebb persze. Meg kell fizetni. Ilyen szeptember körül érdemes ide eljönni. Akkor már az árak is jók. Nincs olyan borzasztó meleg. Van még egy kis ilyen emlékkő. Mit írott? Giuseppe Garibaldi, In seguito a morte. Haláláig üldözték. Ez is egy jó kis téma esetleg. Akit érdekel, nézzen utána. De amit be szeretnék mutatni, az ez. Ez azt hiszem, hogy a datoja pálma. Nézzük meg, milyen szép. Milyen szép kis gyümölcse van. Ugye? Ilyet se látni minden nap.
Ó, nézzék meg. Na, mire hasonlít ez? Önök szerint? Oda nézzenek. Hát, szerintem a csemege szőlőre hasonlít. Melyik fajtára? Á, Blagovest Lora, szerintem az. Ugyanolyan a fürdszerkezet is, egyik kisebb, másik nagyobb, szép, kerek, nagy bogyó. Már megérte ide is eljönni. Már csak ha ezt az egy kis pálmát megnézzük. Szerintem. Na majd ezt fogyasszák a madarak. Nagyon szép. Nézzük meg, milyen szép kis. Az az. Jó. Ezt szerettem volna bemutatni. Mindenkinek megköszönöm, aki megnézi a kis videómat. És van egy pár pálma. Így a kis tengerre búcsúzom. Ügyelnek magukra. Józan paraszt ész. És viszlát!